sikeresen megrendezésre került, akkor mindig két napos rendezvényünk volt, most csak egy naposra terveztük. Mindez nem von le a jelentőségéből, hogy újra beszélni tudunk azokról a dolgokról, amiről a mainstream média semmit nem beszél, illetve nagyon egyoldalúan, és az ellenvéleményeket kihagyva beszél csupán. De örülünk, hogy a mai napon van a mainstream médiának is képviselője. Itt szeretettel köszöntöm Nagy Nikolettát a Telextől. Ő elfogadta a meghívásunkat. Nem tudom, hol ül, de biztosan hallja. Szóval a negyedik nemzetközi COVID konferenciának a két fő témája az az egészségügyi világszervezet, a közelgő intézkedései és protokollja, amely elég nagy veszélyt jelent hazánkra, világunkra, szabadságunkra. És a másik fő téma, az pedig a COVID oltások következtében kialakult egészségkárosodások kezelése. Mind a kettő olyan téma, amiről keveset lehet olvasni, hallani a mindennapi életünkben. Szeretném megköszönni a Magyarok Világszövetsége elnökének, illetve a magának a szövetségnek, hogy védnökként a rendezvény mögé állt, és a helyet újra biztosította számunkra. És köszönöm az előadóknak, akik elvállalták az előadásokat a mai napra, és köszönöm a közönségnek is, hogy megjelent és jelenlétével emeli a rendezvénynek a rangját. Magam részéről ennyit kívántam elmondani, átadom a szót dr. Kócs Alfrédnek. Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Nagyon fontos, hogy menjen tovább ez a konferencia. Gondolkoztunk rajta, de én lelkembe érzem, de gondolom más is, hogy annyira rossz a világhelyzet ma, annyira hazug és galád, hogy itt kell lenni a változásnak. És amíg nem történik meg a változás, amíg a gonosz nem ítélik el és nem kerül a méltó helyére, addig nekünk össze kell fogni, meg kell tartani ezek dolgokat, követni kell azt, hogy hogy áll a világ, hogy halad a világ, itt a WHO-s, ami fölmerült, ami egy folyamatos veszélyt jelent nekünk. Mi rajta vagyunk, kérünk, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk, folytassuk mindenki személyesen a fölvilágosítást, az embereknek kinyitni a szemét, hogy egyre tisztább és igazabban lássanak ebbe a világba. Erősítsük egymást minden nap, fogjunk össze, és akkor közel lesz a változás. Közel lesz a változás, és ha megvan a változás, akkor leállhatunk, nem kell több konferencia, de addig szükségesek a konferenciák is. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És akkor csapjunk is bele. Szeretettel köszöntöm első kedves előadónkat, aki eddig minden COVID konferenciánkon itt volt. Dr. Heiko Schöning Németországból, aki életét és a munkáját feladva teljesen ennek a ügynek szentelte az életét az elmúlt évek során, és nagyon sok segítséget kaptunk tőle ahhoz, hogy ez az információ áramlás bejusson Magyarországra is. Úgyhogy köszönjük, Heiko, és akkor kérünk, hogy felvezető előadásod alatt meg a rangját a rendezvénynek. Köszönöm szépen. Guten Tag. Jó napot kívánok, ich freue mich wieder in Budapest zu sein und insbesondere freue ich mich über die mutigen ungarischen Ärzte. Ein Applaus bitte. Örülök, hogy itt lehetek Önöknél Magyarországon, és kérek egy nagy tapsot a bátor magyar orvosok számára. Heute im August 2023 haben wir schon die vierte internationale Covid-Konferenz in Folge. Die vierte. Das ist eine große Leistung.
Most 2023. augusztusában már a negyedik nemzetközi konferenciát tartatjuk. Ez egy nagyon nagy teljesítmény. Es kommt nicht nur darauf an, mit der Aufklärung und dem Widerstand zu beginnen. Nem csak az a lényeg, hogy elkezdjük a felvilágosító munkát és az ellenállást. Es kommt darauf an, den Widerstand und die Aufklärung auch durchzuhalten. Hanem az is fontos, hogy az ellenállást és a felvilágosító munkát fenntartjuk. Denn diejenigen, die auch durchhalten, werden sich am Ende auch durchsetzen. Csak azok, akik kitartanak, azok fognak a végén érvényesülni. Ich werde Ihnen heute Neuigkeiten bringen von dem, was die weltweite Mafia Neues plant. Ma szeretnék Önöknek beszámolni olyan újdonságokról, amit ez a világ méretű maffia szervezet tervez. Ich habe am 5. August 2023 auf einer Demonstration in Berlin gesprochen, vor dem Brandenburger Tor. Augustus 5-én, most 2023-ban Berlinben, a Brandenburgi kapu előtt beszédet tartottam egy nagy tüntetésen. Dort habe ich schon erwähnt, dass die nächste Verbrechenswelle wird mit der Firma National Resilience zusammenhängen. Ott már említettem, hogy a következő bűntény, világjárvány a National Resilience céggel kapcsolatos lesz. Dies ist eine Firma aus den USA. Ez egy Egyesült Államokbeli cég. Ich habe, und hier ist auch das Bild abgebildet, auch schon im August 2020 vor über 1 Million Menschen auf einer Demonstration über das organisierte Verbrechen gesprochen. Már 2020-ban is, mint amit a képen láthatják, beszéltem 1 millió ember előtt Berlinben egy tüntetésen. Und Sie sehen hier auf dem Bild auch Robert F. Kennedy Jr., der jetzt für das US-Präsidentenamt kandidiert, war mit mir und wir haben beide über das organisierte Verbrechen in Berlin gesprochen. Akkor 2020. augusztusában láthatják, ott állt mellettem az ifjabb Robert Kennedy, aki most indul az Egyesült Államokban a választásokon, és közösen beszéltünk a szervezett bűnözés terveiről. Sie sehen, es ist wichtig, dass wir nicht nur mit dem Widerstand anfangen, sondern auch, dass wir dabei bleiben. Und Robert F. Kennedy Jr., der für das US-Präsidentenamt kandidiert, ist da ein gutes Beispiel. És akkor említettem, hogy nem csak elkezdjük az ellenállást, a felvilágosítást, hanem ki is tartunk mellette, és az ifjabb Robert F. Kennedy mellettünk lesz. Ich werde am Ende auch von dem sprechen, was das Beste ist, was in den letzten 4 Jahren unter Corona entstanden ist. A végezetül majd fogok beszélni arról, hogy mi a legjobb, ami ebben a 4 évben a koronavilágjárvány alatt keletkezett. Meine lieben Zuschauer und Zuhörer, ich weiß, dass viele von Ihnen erschöpft sind und auch einige frustriert sind. Kedves nézőim, kedves hallgatóim, tudom, hogy önök közül sokan kimerültek és frusztráltnak érzik magukat. Das weiß ich aus meiner Profession als Arzt. Ezt az orvosi praxisomból is ismerem. Und ich fühle es auch als Mensch. És emberként is érzem. In den letzten 4 Jahren unter den verbrecherischen Maßnahmen unter Covid haben viele Menschen auf der ganzen Welt gelitten. Az elmúlt 4 évben a bűnös intézkedések következtében nagyon sok ember szenvedett a világon. Und wir wissen, dass es kein Zufall gewesen ist, sondern ein vorgeplantes weltweites Verbrechen.
Tudjuk azt is, hogy nem véletlen volt ez, hanem egy előre eltervezett világméretű büntet. Die Beweise dazu habe ich auch in einem Buch dargelegt, Game Over, Covid-19 Antrags 01. A bizonyítékokat egy könyvben, a Game Over című könyvemben, a 2019-es világjárványról szóló könyvemben is lefektettem. Das heißt, auch mein Vortrag bezieht sich heute auf diese Beweise mit allen Quellen. Also a mai előadásom, tehát ezekre a bizonyítékokra fog vonatkozni a források megadása mellett. Heute in diesem Vortrag, den dankenswerterweise die ungarischen Ärzte organisiert haben, kann ich nur einen kleinen Ausschnitt aus den neuen Verbrechensvorhaben Ihnen heute präsentieren. A mai előadásomban, amit az orvosoknak köszönhetően megszerveztünk, csak egy kicsi kitekintést tudok adni az új bűnös tervekre, amit a világméretű maffia szervezet tervez. Ich möchte auch heute auch über die Weltgesundheitsorganisation sprechen, über die WHO. Szeretnék most a világ egészségügyi szervezetéről, a WHO-ról is mesélni. Und ein wichtiger Mann, ein Gesicht und ein Namen, den Sie sich bitte merken, ist Lawrence O. Gostin. Kérem, jegyezzenek meg egy nevet, Lawrence O. Dobkin. Lawrence Gostin ist Projektleiter bei der Weltgesundheitsorganisation WHO für ein neues Zwangsgesetz für die ganze Welt. Lawrence O. Gostin, Projektvezető a WHO-nál, ami egy új kényszerítő törvény tervez. Sein offizieller Name ist Teamleiter des Model Public Health Law for the World Health Organization. Tehát az ő címe a világ egészségügyi szervezet projektjének a vezetője. Lawrence Gostin bereitet die legale juristische Formation vor, die auf Covid-19 folgen soll. Lawrence Gostin készíti elő tehát azt a legális intézkedés csomagot, ami majd a 2019-es Covid-járvány követi. Ja, und Lawrence Gostin hat sein verbrecherisches Vorhaben und Vorgehen schon bewiesen aus dem Jahre 2001. 2001-ben Lawrence Gostin úr már bizonyított, hogy milyen bűnös és tervei és eljárásmódjai vannak. 2001 gab es in den USA die Biowaffen-Terroranschläge mit Anthrax. 2001-ben kezdődött az a történet a biofegyverek által elkövetett terrorcselekményekkel kapcsolatban. Die Beweise sind in dem Buch Game Over zusammengefasst. Ennek a bizonyítékait a Game Over című könyvben foglaltam össze. Lawrence Gostin ist Professor für Recht in den USA. Lawrence Gostin jogi professzor az Egyesült Államokban. Und zwar an der Georgetown University. Mégpedig a Georgetown Egyetemen. Und Gostin hat zusammen mit der Johns Hopkins Universität das Model State Emergency Powers Act, MSEFA, 2001 schon herausgebracht. És Gostin úr közösen az egyetemével már ekkor 2001-ben tulajdonképpen felvázolta ennek a közegészségügyi vészhelyzetnek a modelljét. Das heißt, in diesem Modellgesetz waren schon alle Maßnahmen enthalten, die sie unter Covid-19 erlitten müssten. Tehát az akkori tervezetben tulajdonképpen minden eleme benne volt már
abban a modelltervezetben, amit 2019-ben a Covid-járvány idején át kellett élnünk. Die Antragsanschläge von 2001 waren mit einer echten Biowaffe mit Bakterien Bacillus entratus enthalten. Az akkori 2001-es antraxos bio fegyveres merényleteket tulajdonképpen nem ezzel a biofegyvertartalmú bombával követték el. Das heißt, 2001 hatten wir schon ein bewiesenes, organisiertes Verbrechen mit einer Biowaffe. Tehát 2001-ben már van egy bizonyított biofegyverekre hivatkozó szervezett bűnözésről bizonyítékunk. Und es ist bewiesen und auch zugegeben, dass dieser Biowaffenanschlag von der US-Armee selbst kam. És az is bizonyított, hogy maga az Egyesült Államok hadserege követte el ezt a biofegyveres támadást. Das heißt also, Anthrax war ein Anschlag unter falscher Flagge, false flag. Tehát az Anthrax egy olyan támadás volt, amit hamis zászló alatt követtek el. Und ein Zweck war es, genauso wie rund 20 Jahre später mit Covid, die Bevölkerungen in Zwangsmaßnahmen zu bringen. A célja ugyanaz volt, mint 20 évvel később, a Covid alatt, hogy kényszerítő intézkedéseket tudjanak az emberekre ráerőltetni. Das ist alles bewiesen. Und das Gesetz, welches auch in deutschen Gesetzen und in ungarischen Gesetzen geflossen ist, das hat Lawrence Gostin schon 2001 geschrieben. És ez a törvény, amelynek elemei már a német törvényhozásba és a magyarországi törvényhozásba is belefolytak, ezeket Lawrence Gostin már 2001-ben leírta. Ein Beispiel ist das deutsche Gesetz vom 18. November 2021. Egy példa erre a 2021-es november 18-ai német törvény. In diesem Gesetz in Deutschland wurden Zwangsmaßnahmen in das deutsche Gesetz hineingeschrieben. Ebben a törvényben kényszerítő intézkedéseket hoztak bele, vontak bele a német törvénykezésbe. Und dieses Gesetz ist eine Vorlage für eine Gesundheitsdiktatur. Ez a törvény tulajdonképpen egy sablon, egy minta az egészségügyi diktatúra számára. Wenn Sie den Gesetzestext lesen, dann lesen Sie wirklich eine willkürliche Diktatur. Hogyha elolvassák a törvénynek a szövegét, abból kirajzolódik egy erőszakos diktatúra. Das hat nichts mehr mit echter Demokratie zu tun. Ennek semmi köze már az igazi demokráciához. Und heute, im Jahre 2023, wird das Ganze auf eine globale, auf eine Weltebene gehoben. Most 2023-ban az egészet pedig kiterjesztik az egész világnak a színpadára. Sie haben vielleicht schon gehört, dass die WHO einen neuen Vertrag weltweit gerade schreiben lässt. Talán hallottak róla, hogy a WHO most azon dolgozik, hogy egy új szerződést fogadtasson el, írjon meg az egész világra vonatkozóan. Das Stichwort ist WHO Treaty. Tehát ennek a WHO Treaty a címszava. Und wichtig ist, dass wir es schon mit Verbrechern zu tun haben, denen wir in der Vergangenheit eindeutig Verbrechen nachweisen können. Fontos, hogy most is bűnözőkkel van dolgunk, és már a múltban elkövetett bűnöket is egyértelműen tudjuk bizonyítani. Die Strukturen und die Vorgehensweisen ähneln sich immer. A struktúrák, szerkezetek és az eljárásnak a módja mindig hasonló. Das war 2001 mit Anthrax so.
Ugyanígy volt ez 2001-ben az Antrax-szal. Das war 2019, 2020 mit Covid-19 so. 2019-ben, 2020-ban a Covid-dal is így volt. Und das passiert jetzt ab 2023 mit dem neuen WHO-Vertrag. És ugyanez történik most 2023-ban az új WHO törvénnyel, illetve szerződéssel. Und Sie müssen verstehen, dass diese weltweite Mafia, dieses organisierte Verbrechen, nur aus sehr wenigen Personen besteht. És kérem, értsék meg, hogy ez a világméretű maffia szervezet csak nagyon kevés emberre korlátozódik. Das ist auch der Grund, warum sie immer wieder die gleichen Personen benutzen, so wie hier Lawrence O. Gostin. Ezért van az, hogy mindig ugyanazokat az embereket használják, például Lawrence O. Gostin. Von dem echten Verbrechen wissen nur wenige. Az igazi büntetekről csak kevesen tudnak. Aber der Trick ist es, die nationalen und internationalen demokratischen Strukturen zu benutzen. A trükkjük most az, hogy a nemzeti és nemzetközi demokratikus struktúrákat használják. Wir haben jetzt überall auf der Welt Marionetten in den Regierungen und an der Spitze der internationalen Organisation. Világszerte a világon most marionett bábuk vannak a kormányokban és még a világszervezetek élén is. Das ist wichtig. Also bitte merken Sie sich den Namen Lawrence Gostin und WHO-Vertrag. Dies ist wirklich bedrohlich. Kérem, jegyezzék meg Lawrence Gostin nevét és a WHO szerződése, és gondoljanak, ez fenyegetést jelent számunkra. Ich arbeite auch mit dem Rechtsanwalt Philipp Kruse in der Schweiz zusammen. Philipp Kruse ügyvéd úrral Schweizban együtt dolgozom. Und wir haben vor, die WHO an ihrem Sitz in Genf in der Schweiz zu verklagen. És azt tervezzük, hogy a WHO-t a genfi székhelyén Schweizban bepereljük. Und dafür sammeln wir die Beweise. És ehhez gyűjtjük most a bizonyítékokat. Das heißt, wir wollen auch nicht nur Aufklärung geben, sondern auch effektiv gegenzuarbeiten. Ez azt jelenti, hogy nem csak felvilágosító munkát akarunk végezni, hanem hatékonyan ellene is dolgozni. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch die Unterstützung von der Bevölkerung bekommen. Ezért fontos nagyon, hogy a lakosság támogatását is megkapjuk. Deswegen unterstützen Sie die professionelle Aufklärung. Ezért támogatjuk a professzionális felvilágosító munkát. Meine Botschaft an Sie ist, das organisierte Verbrechen geht weiter und es wird größer im Weltmaßstab. Az én üzenetem az Önök számára, hogy tovább folytatódik a szervezett bűnözés munkája, most már világméretűvé válik. Das organisierte Verbrechen wird Ungarn betreffen, Deutschland betreffen und die ganze Welt. Es ist global. Ez a szervezett bűnözés el fogja érni Magyarországot, Németországot és az egész világot. Ez globális. Deswegen bitte ich um Unterstützung, denn auch wenn jetzt die Züge lockerer gelassen werden mit Covid-19, das organisierte Verbrechen plant weiter. Ezért kérem az Önök támogatását. Noha most egy kicsit úgy érezzük, hogy szabadabbra engedték a gyeplőt, de a szervezett bűnözés tovább dolgozik. Und ich werde Ihnen heute eine wichtige neue Information geben. Egy fontos új információt szeretnék Önöknek adni ma. Denn das organisierte Verbrechen muss ja irgendwo die neuen Stoffe produzieren in einer Fabrik. Mert a szervezett bűnözésnek valahol majd le kell gyártani az új anyagokat egy gyárban. So wie es auch mit Covid-19 passiert ist. Éppen úgy, ahogy ez a Covid-19 idején történt. Und ich es auch bereits
2019 zutreffend vorhergesagt habe mit der Firma Emergent BioSolutions. Ahogy én ezt már előre megmondtam, 2019-ben az Emergent BioSolutions céggel kapcsolatosan. Und heute sage ich Ihnen, dass das neue Verbrechen weniger mit Emergent BioSolutions zusammenhängen wird, sondern mit der Firma National Resilience. Ma pedig azt mondom, hogy az új világjárvány majd kevésbé a Emergent BioSolutions céggel fog összekapcsolódni, hanem a National Resilience céggel. Und diese Firma in den USA produziert so etwas, was man auch Biowaffen nennen kann. És ez a cég olyasmiket gyárt az USA-ban, amiket biológiai fegyvereknek is nevezhetünk. Die Firma National Resilience ist mit Personen verbunden, die aus dem Biowaffenbereich kommen. Olyan személyek neve kapcsolódik ehhez a National Resilience céghez, amelyek biofegyvereket is gyártottak. Und noch allgemeinverständlicher, ein Direktor von National Resilience ist Christopher Darby von der CIA. Az egyik igazgatója a National Resilience-nek, hogy érthetővé tegyem, például Christopher Darby, aki a CIA tagja. Sie sehen ihn hier auf der Folie. Das ist Chris Darby von der CIA. Itt látjuk ezen a szlájdon Chris Darby a CIA-tól. So, und jetzt können Sie sich fragen, hat denn der Geheimdienst der USA etwas mit ihrer Gesundheit zu tun? És most feltehetik a kérdést, hogy van valami köze az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálatának az önök egészségéhez? Nein, nicht wirklich. Es ist ein Trick, es ist eine Illusion. Nem, igazából nem, ez csak egy trükk, ez egy illúzió. Und Christopher Darby ist der Chef der CIA Investment Firma in Qtel. És ez a Christopher Darby a főnöke a CIA egyik nyomozó cégének is. Und Christopher Darby ist auch der Chef der CIA Officers Foundation. És a Christopher Darby a CIA tiszti alapítványának a főnöke is. Und jetzt ist Christopher Darby auch noch Direktor, einer der Direktoren von National Resilience. És most Christopher Darby a National Resilience cég egyik igazgatója is. Dann können Sie sich auch einmal einen Eindruck von dieser Fabrik machen, eine riesige Fabrik, die wirklich mit Tod verbunden sein wird. Akkor egy kis benyomásuk keletkezhet erről a cégről, egy olyan cégről, amelynek a neve valóban halálos dolgokkal kapcsolatos. Und der Grund, warum ich gerade auf die Produktionsstätten, auf die Fabriken so mich fokussiere, ist, és annak az oka, hogy miért is fókuszálok most kifejezetten a gyártóhelyekre, a gyárakra. Fabriken kann man nicht einfach von einem Ort zum nächsten verlagern. A gyárakat nem lehet csak úgy olyan könnyen az egyik helyről a másikra átvinni. Sie können in einem Betrug können Sie Namen verändern von Personen und auch von Unternehmen. Neveket vállalatok, tehát személyek, vállalatok nevét egy csalás kapcsán pillanatok alatt meg lehet változtatni. Als Beispiel hatte sich 2001 die Firma Bioport in später Emergent BioSolutions umgeändert. 2001-ben például a Bioform cég nevét nagyon hamar Emergent BioSolutions cégre változtatták. Und jetzt ist eine große neue Fabrik gebaut worden, Video ab. Sie sehen hier das Gelände von National Resilience Biotechnology
incorporated. Most pedig egy óriási nagy vállalat keletkezett, itt láthatják ennek a National Brazilians Biotechnic Corporation cégnek a területét. Kérem, indítsuk el a videót. Und wenn das Video laufen wird, dann würden Sie auch von innen jetzt diese Fabrik auch von innen sehen. És most, hogy fut a videó, láthatjuk belülről is majd a gyárat. Sie sehen hier den Haupteingang. Itt látjuk a főbejáratot. Und Sie sehen auch, mit welchen Schutzmaßnahmen die Mitarbeiter umgehen müssen. Láthatják, hogy milyen védő intézkedéseket kell foganatosítaniuk a munkatársaknak. Denn in diesen Fabriken werden für die ganze Welt die Schadstoffe hergestellt, die Ihnen und Ihrer Familie gespritzt werden sollen. Ebben a gyárban gyártják ugyanis, állítják elő azokat a káros anyagokat, amit önöknek és a családtagjaiknak fognak beadni. Dies ist noch ein Werbevideo. Ez most még ugye a reklámcégre készült videó. Und es ist wichtig, auch für die internationale Aufklärung, dass wir uns auch auf die Fabriken, auf die Produktionsstätten konzentrieren, weil dies Jahre braucht und nicht einfach so verändert werden kann. Und National Resilience wird mit den nächsten Verbrechen verbunden sein. Nagyon fontos most a mi mozgalmunk szempontjából, hogy a gyárakra, a termelőhelyekre koncentráljunk, mert a National Resilience-nek kapcsolatban lesz a következő években tervezett bűnös dolgokkal. Und der Geschäftsführer, der CEO von National Resilience heißt Rahul Singhvi. Rahul Singhvinek hívják a National Resilience-nek a vezérigazgatóját. Und Rahul Singhvi war auch Chef von der Covid-19-Impfstofffirma Novavax. A Novavax cégnek is az egyik vezetője volt a Covid-19-es járvány idején. Und bei Novavax war auch ein Direktor, Michael A. McManus, ein Drogenhändler und Waffenhändler. A Novavaxnál volt egy Michael A. McManus nevű másik vezető is, aki egyébként drogkereskedelemmel és fegyverkereskedelemmel foglalkozik. Ich habe es in vorherigen Vorträgen oft gesagt. Michael McManus ist ein Drogenhändler und Waffenhändler und Direktor der Impfstofffirma Novavax. Und sein Chef, Rahul Singhvi, ist jetzt der CEO von National Resilience. Tehát ez az ember drogkereskedelemmel és fegyverkereskedelemmel foglalkozik, és az ő alkalmazottja Chris Darby. Ja. Ich könnte Ihnen jetzt viele Namen nennen, weil der ganze Vorstand von National Resilience ist gespickt mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Sok nevet tudnék önöknek most még említeni, hiszen ennek a National Resilience cégnek a vezetőségében rengetegen kapcsolódnak a szervezet bűnözéshez. Aber aus Zeitgründen merken Sie sich nur Christopher Darby von der CIA, der einer der Direktoren von National Resilience ist. De kérem, ha egy nevet is megjegyeznek, akkor a Chris Darby nevét jegyezzék meg, aki nem csak ennek a cégnek a vezetője, hanem CIA főnök is. Und ich kann heute in der Kürze der Zeit Ihnen nur sagen, wir haben hunderte von Personen und von Netzwerken, die wir in solchen Grafiken auch bearbeiten. Azt is szeretném elmondani, hogy több száz munkatársunk van, aki foglalkozik ezeknek a hálózatoknak a feltérképezésével. Ja. Und Sie müssen verstehen, dass diese Verbrecher wie ein internationaler Konzern vorgehen.
Kérem értsék meg, ezek a szervezetek, hálózatok, mint egy nemzetközi koncern úgy működnek. Und sie haben auch ein Monitoring, also auch ein Tool, mit dem sie den Fortschritt ihres Verbrechens in Echtzeit sehen können. És van egy valós idejű monitorozási rendszerük is, amelyben tudják mérni, hogy mennyire előre haladottak az ő lépéseik. Und eines dieser tools ist der Global Health Security Index. És az egyik ilyen eszköz a globális biztonság, egészségügyi biztonsági index mutató. Und dieser Index, der GHSI, wurde aufgesetzt mit Unterstützung der Bill & Melinda Gates Stiftung und auch der Organisation NTI. Ezt a GHSI-ne nevezett intézetet többen támogatják, a Bill és Melinda Gates alapítvány többek között. Ebenfalls hat auch mitgewirkt die Johns Hopkins Universität, die schon die Planspiele für Anthrax gehabt hat und auch für Covid gemacht hat. A másik egyetem is Johns Hopkins Universität ennek a szervezésében, aki már kidolgozta terveket az Anthrax idején és a COVID-19-es járvány előtt is. Also sie haben immer wieder die gleichen Institutionen und auch die gleichen Player. Und auch Lawrence Gostin, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, der hat mit der Johns Hopkins Universität 2001 schon das Modellgesetz für die Zwangsgesetze geschrieben. Tehát mindig ugyanazok az emberek, ugyanazok az intézmények tűnnek fel. Lawrence Hopkins is, aki ezzel az egyetemmel közösen felvázolta már a 2019-es járvány előtti. Es sind also nur wenige wissende Verbrecher. Azonban csak kevés olyan bűnöző van közöttük, aki mindent tud. Ja, und damit möchte ich auch langsam zum Schluss kommen. Merken Sie sich bitte Chris Darby von der CIA und National Resilience und verfolgen Sie auch Lawrence Gostin. Kérem, jegyezzék meg ezt a két nevet, Chris Darby a National Resilience-től és Lawrence Gostin nevét a CIA-tól. Denn das, was jetzt mit der WHO geplant ist, das betrifft wirklich die ganze Welt. Mert amit a WHO most tervez, az valóban az egész világot érinti. Und zum Schluss möchte ich Ihnen auch noch sagen, was das Beste ist, was in den letzten vier Jahren aus meiner Sicht entstanden ist. És most végezetül, ha engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a nézeteim szerint mi a legjobb, ami ebben az elmúlt négy évben keletkezett. Überall in Europa haben sich Gruppen gebildet von etwa 30 Personen, die im Widerstand sind. Az egész világon mindenütt ilyen 30 fős csoportok keletkeztek, akik ellenállásba kezdtek. Diese Gruppen der Freiheit kann man etwa alle 50 Kilometer flächendeckend in Europa finden. Egész Európában 50 kilométerenként megtaláljuk ezeket a szabadságot képviselő csoportokat. Mal sind es nur 15 Personen, mal sind es auch 45 Personen. Die Größe wechselt etwas. Természetesen a létszámuk változik, van ahol csak egy 15 fős csoport van, van ahol 45 fős csoport. Die Arbeitsschwerpunkte dieser kleinen gallischen Dörfer, um ein Bild von Asterix und Obelix zu geben, die sind unterschiedlich. Ezeknek a kis úgymond gall falvaknak a mérete különböző, hogyha engedjék meg, hogy egy példát hozzak fel az Asterix és Obelix filmből. Sie kennen alle aus Asterix und Obelix dieses kleinische gallische Dorf, das dem römischen Imperium widerstanden hat. Talán emlékeznek még erre a filmre, az Asterix és Obelixből, a kis gall falura, ami szembeszállt az egész nagy római birodalommal.
Und das Beste, was ich halt in diesen 4 Jahren Corona überall in Europa sehen konnte, sind diese kleinen gallischen Dörfer, also Gemeinschaften, die aufgeklärt sind. És a legjobb, amit ez alatt a 4 év alatt egész Európában láttam, ezek a kicsi gall falvak, az ellenálló csoportok, úgymond közösségek, amelyek ellenállásba kezdtek. Und da freue ich mich auch, hier in Ungarn, das auch zu sehen, dass die ungarischen Ärzte dieses mitführen, auch gerade mit meinem Freund und Kollegen Dr. Józef Damasi. És nagyon örülök neki, hogy a magyar orvosok is csatlakoztak ehhez a Tamási úrnak a vezetésével. Und wenn Sie dieses Bild aus Asterix und Obelix haben, dieser gallischen Dörfer, da gibt es ja auch einen Zaubertrank. És hogy visszatérjek az előző hasonlatomhoz, az Asterix és Obelix filmben volt egy varázsital is. So, und was ist dieser Zaubertrank, der Asterix, Obelix und die Dorfbewohner unbesiegbar macht? Was ist der Zaubertrank? És mi is ez a varázsital, ami Asterix és Obelixnek ad erőt? Und der Zaubertrank ist die Aufklärung. A varázsital most a felvilágosító munka. Der Zaubertrank ist die Aufklärung, die so gegeben wird, wie hier in dieser wieder guten 4. internationalen Konferenz in Budapest und auch abgedruckt ist in Büchern wie Game Over. És ez a varázsital, illetve a felvilágosító munka, amelyet itt is folytatunk a 4. Covid konferencián, és amely nyomtatásban is megjelent, például ebben a Game Over című könyvben. Denn die Aufklärung, die geht in den Kopf und sie macht uns stark, weil wir dann nicht mehr Sklaven sein wollen und auch die Stärke haben zu widerstehen. Ez a felvilágosító társ a fejünkbe száll, úgymond, a fejünk az eszünket eléri, mert nem akarunk rabszolgák lenni, hanem ellenállást akarunk tanúsítani. Den weltweiten Verbrechern, denen geht es um Abhängigkeit, um letztendlich so etwas ähnliches wie Sklaverei. Ebben a világméretű bűnszervezetben végsőképpen függőségről van szó, ami nagyon is hasonlatos végső soron a rabszolgassághoz. Dafür bereiten Sie auch neue Wellen des Verbrechens vor. Ehhez előkészítik a bűntének az új hullámait. Dafür bauen Sie auch diese Fabriken wie mit National Resilience. Ehhez építenek olyan gyárakat, mint a National Resilience. Und wahrscheinlich wird das nächste große Verbrechen mit Bakterien zusammenhängen, weniger mit Viren. Valószínűleg a következő nagy bűntény inkább a baktériumokkal lesz kapcsolatban, kevésbé a vírusokkal. Deswegen merken Sie sich National Resilience. Ezért jegyezzék meg, kérem, a National Resilience nevét. Und zusammen sind wir stärker als diese weltweite Mafia. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Együtt erősebbek vagyunk, mint ez a világméretű maffia. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.